Na hát köszöntöm a kedves nézőimet ismét. Magyar Boly állomás, bejárati jelzőn túl. És van itt egy iparvágány kiágazás, ezt fogom most megnézni, mert van még idén a vonatig. Visszafele, egyébként arról jöttem, csak hogy lássátok, itt ágazik ki. És ott van még egy, majd egy kicsit távolabb. Hát látszik, hogy ezt nem mostanában használták, hát nézzétek meg azt, ez az átmenő vágány. Itt fényes a sín, mert itt még mai napig járnak tehervonatok. Mások tehervonat sajnos. Ez viszont fúrosda. Hát ez egy olyan iparvágány, amit mostanában nem használtak. Látszik is, hogy belógok az űrszelvénybe, stb. Ezt mostanában nem takarították. Itt van egy váltó, látjuk, kitérőben áll. Arrafele is van valami. Hát időként azért majd el fogok nézni az órára, de innen már hamar besétálok az állomásra, nincs messze, és egyébként ott áll benne a BZ is már. Ugye nem ment az sehová. Hát ugye, itt látjuk, még világítás is van, hogy volt. Hát igen, de már kicsúszlizták a lámpákat. De ez itt egy rakodó volt valaha, mert itt azért semmiért nem építenek itt térdvilágítást. Itt biztos, hogy volt egy kisebb-nagyobb forgalom. Úgyhogy menjünk tovább, nézzük meg, hogy hova vezet ez a vágány. Ugye ott van, ez egy... Hát most ez meg nem mondom, hogy ez micsoda. Megfejtéseket majd várom kommentbe, hogyha ez a videó a YouTube-on lesz. Oda szánom. Úgyhogy na nézzük, és még egy vágány kiágazik. Ja, de ez csak egy csonka, ennek itt a vége. Itt a földkúp, helyes. Ez ennyi. Ez csak egy védővágány lehetett. Itt valami üzemet szolgált ki ez az iparvágány. Nézzük meg. És ez annak a védővágánya. Meg is mutatom. Itt van. Hát, jó, közben csináljunk fotókat is. Erről, meg akkor arról jöttünk. Mivel videózni csak úgy tudok, hogy a fényképeződem van rögzítve a kamera, azért ugye az átcsattogás az ajta lesz a videón, de hát kibírjátok szerintem. Ja. Itt egy szelvénykő a gazban. És ez maga az üzem. Hát szemlátomás bezárt. De ott végződik a vágány a háttérbe. Földkúba. Ha leszedem a lencsevédőt, akkor jobban megy a fotózás is. Hát, találd már meg a fókuszt. Na azért. És arra fel lesz egy másik iparvágány. Volt jártak itt vasútőrök is, láttam őket, de most engedéllyel vagyok itt, lejelentkeztem a forgalmi irodában, és forgalmista azt mondta, hogy nyugodtan lehet fotózni. Egyébként engedélyem is van. Csak ugye ez a fotós engedély, ez úgy működik, hogy csak akkor érvényes, hogyha a szóbalit és a helyszínen megadják. Na, szóval itt is van egy iparvágány. Aha, ez a másik. Hát igen, itt nem most járt vonat utoljára. Ez egy váltókezelő, őrhely. És akkor... Azt szerintem az egy nyílt rakodó lesz, de... Visszajövünk, de akkor már a videóban ez is legyen benne. Van itt még egy ilyen légó. Helyiség is. Ott van a Mad Max fogod, azt majd... Kép az már van róla, de videóban is meg fogom mutatni.
Tehát ez itt egy ilyen géppuska állás. Ilyen légó, ott lehet lemenni. És akkor itt vannak ezek a kis lőállások. Ott pont kifér a puska csöve. Maga az állomás. Benne áll egy tartályos. És arra fele van a... Az őrhelyen pedig nincs szolgálat. Nézzük meg a parvágányt, hány óra van. Az meg. És van meg 14, jó. Akkor még van 25 percünk. Az untig elég. Ez a vattávol tartó, vagy ez a hófogó az a utak mellett. És itt a másik. Ez szerintem az a nyílt színű rakodó, semmi egyéb. Aha, ez csak simán ide vezet. Na, a felvétel még megy, vágányok a gazdban. Kurva anyádat! Majdnem térdig érő susnyásba szállni. Aha, falakodó. Gondolom minden vitték el régen a rönkfákat, akkor az ami fűrésztelep lehet ott. Hatalmas egy rakodóplac. Igen, hát akkor ez ennyi. Oké. Na. És ott lesz a vágánynak a vége. Itt még megvan a vágány, csak nagyon látszik. De itt még itt a vágány. Meg valami szúrós gaz. És itt a medmegszagon. Ez volt a határzár. Ameddig nem cserélték le kapura. Ezt is simán betolták a kerítésnek arra a vécére, ahol a sín megy. És ezzel volt lezárva a határ. Éles pengék egyébként, nagyon. Meg is mutatjuk, igen, így van. Na, lássátok feleim, ez a Mad Max vagon. Ilyen volt a Ruskinnél is. De azért az milyen jó, hogy ezt itt hagyták. Most egyre itt a videó végén. Most már Pécs fele megyünk. Magyar volt, elhagytok, villanyt elhagytok, és most már készül a vonal a videó is. Nem? Ide már föl tudtam tenni, sajnos magyarból és villany között nem, mert azért nem engedte meg. Mint ahogy a Bozsói állásbírósokkal vannak, és inkább ne. Igen. De haladunk szépen Pécs fele. És ebben megint lesz. Harbi kocsi. Utolsó vagon befoglalva. Ma
majd még később jelentkezik. Ismételten. Kezünk, most éppen Szentlőrincen vagyunk. Közben megjártuk a Szentlőrincs eljetávot oda-vissza. Most elugrottam ide a Spádba bevásárolni az útra, mert mindenem kifagyott. Úgyhogy most pedig vissza a vasútállomásra, még az Engő Intercity-t el lehet érni. Sietünk. Na, csak előre. Nem, mert olyan 10 perc sét a kb. A vasútállomás, pedig... És innen már gyakorlatilag nyílegyenes út vezet arra. Remélhetően fogom lekésni. Sietünk, jelentkezek még valószínűleg. Vagy lehet, hogy már nem, mert innen már egyenesen Pestre vagyok, nem állok meg sehol.